Első számú napirendi pontunk az interpelláció. Írásos interpelláció a szervezet és működési szabályzatban előírt formában és határidőben egy érkezett hozzám. Ugye Balogh Péter úr keresett meg. Ugye maga az interpelláció a képviselő úrtól származik, de annak az alapja ugye egy állampolgári levél vagy egy megkeresés. Én kérdezem a képviselő urat, hogy kívánja ezt szóban kiegészíteni. Jó. A tekintettel arra, hogy egy viszonylag hosszú levélről van szó, és ugye több városi ügyet vagy problémát is boncolgat, ezért megpróbálom röviden összefoglalva ismertetni. Ugye ott, ahol már most tudunk a monori lakosnak a felvetéseire válaszolni, ott igyekszünk, vagy igyekszem valami fajta választ adni. Egyébként pedig, ugye, mivel tegnap érkezett, ezért azt fogom javasolni, hogy a kérdésekre ugye majd egy részletes választ belátható határidőben, tehát mondjuk egy héten belül fogunk ennek a hölgynek adni. Aki nem tudom, hogy hozzájárult-e a nevének az ismertetéséhez. Jó, hogyha hozzájárult, akkor ugye azt jelezhetjük, hogy akkor Vedres Lászlónéról van szó, nyugalmazott iskola igazgatóról. Tehát ő kereste meg az önkormányzatunkat. Ugye pontokba szedte a várossal kapcsolatos észrevételeit. Ugye az első kérdéskör vagy probléma felvetés az a temetőt, illetve a temetőket érinti. Ugye itt a nyitvatartás teszi szóvá, ami ugye visszatérő probléma, és ugye különösen ugye nyugdíjas fórumokon ugye rendszeresen ugye mi is találkozunk vele, tehát itt a nagykapuval van, és ugye különösen az önkormányzat által fenntartott ugye katolikus temetőről beszélünk, hiszen ez van városi üzemeltetésben. Tehát a nagykapun való megközelíthetőségnek a problémájáról van szó, tehát magyarán az, hogy a nagykapu zárva van, a kiskapun pedig, amikor nyitva van, akkor nem férnek be sokszor a kismamák a babakocsival, illetve az idősek ezzel az elektromos kerékpárral, vagy sokszor járókerettel sem. Ugye a víz a vételi lehetőség ugye további probléma, valamint a mosdóknak a hiánya. Azt tudom erre az első felvetésre mondani, ami egyébként éppen a mai képviselőtestület ülésnek is témája, de már korábban is foglalkozott vele a képviselőtestület, hogy ugye az önkormányzat a mai testület ülésen bízza meg azt a tervezőt reményeink szerint, aki a katolikus temető ravatalozó épületének az átépítési munkáit fogja tervezni, és ugye ennek a munkának a tervezési programjának a része ott egy illemhely, tehát egy WC, illetve kézmosónak a kialakítása. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy a munkát azt elkezdjük, tehát foglalkoztunk már korábban is vele, illetve foglalkozni fogunk vele, tehát szeretnénk ott WC-t kialakítani. A nyitvatartást pedig mindenképpen a kövállal, illetve a megközelíthetőséget a kövállal, mint üzemeltetővel fogjuk egyeztetni. Azt hozzáteszem, ugye, hogy az elmúlt egy évben az önkormányzat azért egy jelentős összeget, ha jól emlékszem, egy közel 10 millió forintot költött mindösszesen a katolikus temetőnek a fejlesztésére. Tehát azért a ravatalozóban is több olyan hiánypótló munka került elvégzésre, amire előtte egyébként évekig nem volt példa. Tehát ugye nem csak a hűtők lettek újak, hanem a ravatalozó teljes drapériája, a térkőburkolat, ugye a ravatalozó fölötti szín is megújult, ugye új urnafülkéket alakított ki az önkormányzat, tehát összességében ugye a világítást megoldottuk, hiszen főleg a késő őszi időszakban, ugye a temetések esetében problémát jelentett az, hogy rásötétedett a gyászolókra. Tehát az önkormányzat az előző évben is foglalkozott a ravatalozóval, és ezt a munkát ezt szeretnénk az elkövetkezendőkben is foglalkozni, vagy ezzel szeretnénk foglalkozni. Ugye a Pincefalu és környékével kapcsolatos felvetésére a hölgynek, amelyel kapcsolatban ugye leírja, hogy csodálatos és egyedi hiányossága azonban, és ez a kirándulók panasza is, hogy nincs víz, illetve ugye szintén nincsen toalett. Ugye a vízzel ugye korlátozottan, de tudunk foglalkozni, ugye a mai ülés keretében is foglalkozunk majd
vízvételi lehetőségekkel, ami akár érintheti a pincefalut is. Az tény, hogy a pincefalunak, hogy a felső részein ott ez nem megoldott, hiszen sem vezetékes víz, sem pedig csatorna nincsen. Arra utalnék arra a felvetésre, ami ugye ez részben ezzel kapcsolatos volt, és amikor ugye ez egy többször visszatérő ötlet vagy javaslat, hogy miért nincs teljes közművesítettség fent a pincefaluban. Ugye erre volt egy olyan válasz, ami ugye nem az én válaszom, de én azért részben osztom, hogy azért, mert ugye ez nem egy lakóövezet, és ugye a teljes közművesítéssel az önkormányzat ugye valahol azt, vagy annak a hiányával ugye azt is szeretné valahol gátolni, hogy erre egyfajta összközműves lakóövezetként tekintsenek. Tehát én azt gondolom, hogy aki akarja vagy kívánta, az valamilyen módon ezeket a közműpótló beruházásokat azért tudta, vagy részben tudja pótolni, és a teljes pincefalunak a használhatóságához az, hogy nincs csatorna hálózat, meg nincs teljesen kiépített ivóvíz hálózat, az nem biztos, hogy olyan sokat von le mondjuk így a használati értékéből. Azt gondolom, hogy nem ezen múlik, vagy nem feltétlenül ezen múlik a pincefalunak a távlati fejlesztése. A parkok és játszóterekkel kapcsolatos felvetése egyfelől az a levélírónak, hogy ugye öröm a megvalósításuk, de további hiányosságokat jelez. És hát ugye ezek is visszatérően ugye az előző panaszoknak, vagy ahhoz hasonlóan ugye azt teszik szóvá, hogy nincs illemhely, illetve nincsenek mobil toalettek. Ezzel szintén a képviselő testület, illetve az illetékes szakbizottság kell, azt gondolom, hogy foglalkozzon. Ugye ez szintén ugye már többször volt téma, csak részben szándék, nagy részt ugye pénz hiányában nem valósultak meg egyelőre ezek a beruházások, azt gondolom. De az is ismeretes, vagy tudva lévő, hogy azért nem elég ezekről a illemhelyekről gondoskodni, de nyilván aztán utána ezt megfelelő állapotban kell tudni tartani, folyamatosan tisztán tartani és üzemeltetni, és ez azért jóval nagyobb feladat, még mint a létesítésnél is. És hogyha ez nem garantált, és nem minden helyen tudjuk ezt biztosítani, akkor igazából hiába vannak illemhelyek, hiszen senki nem fogja jó szívvel azt igénybe venni. A helyi buszjárattal kapcsolatos felvetése ugye jogos, erről is ugye többször beszéltünk. Ugye arról ír, hogy jó lenne, ha ott és akkor állna meg, vagy arra járna, amire igény van. Én azt gondolom, itt is nyitott kapukat dönget a levélíró, hiszen azt többször elmondtuk, hogy ez egy próbajáratként tekintünk erre a buszjáratra, és a volánbusszal folyamatosan egyeztetve, és éppen most egy találkozót kérve, szeretnénk, hogyha valós lakossági igényeknek megfelelően tudnánk módosítani mind a menetrendet, mind pedig a járatútvonalakat. Az új egészségházzal kapcsolatos felvetés, ezt pontosan nem látom, mert ugye a fénymásolatról lemaradt. Igen. Tehát itt azt teszi szóval, hogy levegőtlen, szűk a folyosók, sok a beteg, és nem jut mindenkinek ülőhely. De csak azt tudom mondani, hogy ezt megvizsgáljuk. Ugye most a legutóbb a védőnői szolgálatban vásárolt az önkormányzat, illetve hagyta jóvá egy klíma felszerelését. Azt gondolom, hogy ezt meg kell nézni akkor szintén itt az üzemeltető kövál bevonásával, hogy ezen hogyan lehetne javítani. És hát javasol olyan, vagy felvet olyan épületeket, amelyeknek a kihasználtságát érdemes lenne felülvizsgálni. Itt ugye szóvá teszi a Táncsics iskolát, egyébként ugye jogosan az önkormányzatunk ugye eddig még nem talált megfelelő funkciót vagy hasznosítási lehetőséget erre az épületre, de ez nem jelenti azt, hogy ha megfelelő ötlet és ahhoz megfelelő mennyiségű pénz áll rendelkezésre, akkor ne szeretnénk valamit ezzel az iskolával. Ugye azt gondolom, hogy az ugye egy részbeni hasznosításnak most megfelel, hogy
a nagycsaládosok egyesületével van egy megállapodásunk, egy írásbeli szerződés, ami alapján ők ugye időszakosan használják, táborokat tartanak, illetve különböző ilyen ruhaosztási programokat folytatnak ott. A Madách úti magnemesítő épületével kapcsolatban ugye arról tudom tájékoztatni a nevélírót, hogy ez nem önkormányzati tulajdonban van, tehát ez állami tulajdon, és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT az, aki az illetékes a hasznosíthatóság, a hasznosításában. Talán nem elárulok el titkot, de éppen most próbáljuk, illetve most keressük meg a napokban a vagyonkezelőt, illetve a kormányt, nem csak a felépítménnyel, tehát a Madách úti növénynemesítő épület egykori irodaházával kapcsolatban, hanem áttelemben vele szembe a volt vetőmag vagy monorimag épület együttese, illetve most már Telke mögött is van egy nagy egybefüggő terület, ami szintén ehhez az ingatlanhoz tartozik, illetve ugyanúgy az állam a tulajdonosa. Tehát ennek a sport célú hasznosításával kapcsolatban szeretnénk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőt megkeresni, hiszen a Monori Sport Egyesületnek szüksége lenne további füves labdarúgó pályákra, és az ötletünk vagy a felvetésünk az úgy nézne ki, hogy a labdarúgó pályák, tehát további füves labdarúgó pályáknak a kialakítására használnánk fel azt a területet. És végül az utolsó, a hetedik számú felvetésével kapcsolatban pedig arról tudom tájékoztatni, hogy hát itt is éppen elindultak a napokban a munkák. Ja, azt teszi szóvá, hogy közeleg az ősz és még nagyobb esőzések várhatók. Sajnos az árkok, vízelnyelők nincsenek karbantartva, így a vízelvezetés nem megoldott. Karbantartás az éppen most a napokban megindult, tehát a testületi döntésnek megfelelően ugye a Kövál egyrészt célgépet vásárolt, egy ilyen gumikerekes árokású kotrógépet vásárolt, ugye több adapterrel, és fölállította a Kövál ZRT egy 9 fős, úgy tetszik akkor árokású brigádot, ennek pedig az életre tett egy olyan szakembert, aki irányítja a munkájukat, nekik semmi más dolguk nem lesz az elmúlt elkövetkezendő hetekben, hónapokban, mint hogy a műszaki irodának a támogatásával egy felmérés és egy jóváhagyott ütemezés alapján a monori vízelvezető árkokat, csatornákat folyamatosan tisztítsák, karbantartsák, ezt a mederlappal burkolt árkokat a szeméttől, a hordaléktól, az iszaptól megtisztítsák. Tehát ez a munka elindult, hogyha ugye mostanában a Petőfi, illetve az Ady Endre utcán jár valaki, akkor ott látja, mert azt gondolom, hogy az első ütemben egész szép eredményt sikerült elérni, hiszen nagyon szépen, ha befele jövünk a város fel, akkor a jobboldali árkot ott teljes szélességében és a hosszában sikerült most már kitakarítani ennek a brigádnak, tehát elkezdték a munkát. Ugye abban maradtunk az elnök, illetve most már vezérigazgató úrral, hogy készítünk egy ütemtervet, amíg nem készül az, hogy mely csapadékvízelvezető műtárgyakat, árkokat, csatornákat, mikor, hogyan kellene helyrehozni, de amíg ez nincs meg, vagy ebben nincsen konszenzus, addig ők elkezdik az övárkoknak, tehát a nyugati övcsatorna, keleti övcsatorna és a fontosabb vízelvezető műtárgyaknak, árkoknak a takarítását, és ez a munka ez már el is kezdődött. Igyekeztem, amire tudtam előzetesen válaszolni, de természetesen akkor egy részletes írásbeli választ fogunk a hivatal dolgozóival, a munkatársaimmal együtt készíteni. Köszönöm. Sinkovics elnök úr, a szó. Tisztelt polgármester, egy ügyrendi javaslatom lenne, tekintettel arra, hogy bizonyára tudják a többiek is, hogy a Kovács Aznás doktor nemrégiben elhunyt, aki hosszú évekig volt monoron házi orvos. Én úgy gondolom, hogy az lenne a méltó, hogy egy perces néma felállása emlékeznénk rá. Én javasolnám a tisztelt testületnek, hogy ezt tegyük meg. Köszönöm. Akkor arra kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy a Kovács doktor úrra egy perces néma felállása emlékezzünk.
Köszönöm. Interpellációra jelentkezett Sinkovics László elnök úr. Egy rövid kérés lenne, csak tekintettel arra, hogy ugye jeleztem polgármester úrnak, hogy elindultak a pletykák a városba a körzeti megbízottaknak vásárolt autó használatával kapcsolatban. Tehát ugye most megint terjengenek azok a hírek, hogy mindenki használja, csak nem az, akinek a város vette az autót. Én kérném szépen a polgármester úron keresztül a közbiztonsági bizottságot, hogy a következő bizottsági ülésre kérjen egy tájékoztatót a kapitány úrtól, hogy a város által vásárolt autó, amit erre a célra vettünk, hogy a helyi közbiztonságot növeljük. Természetesen én örülök, hogy egyre magasabb a közterületi jelenlét a gyalogos rendőröknél, de hát én úgy gondolom, hogy azért furcsa helyzet lenne az, hogy a végén már mindenki használja az autót, tehát én kérném szépen, hogy a bizottság kérjen be egyfajta tájékoztatót ez miatt, hogy nehogy a későbbiekben félreértések bekeveredjünk megint. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelzést, meg fogjuk keresni a kapitány urat, és tájékoztatást kérünk tőle a valóban az önkormányzat által vásárolt, és egyébként a Pest-megyei rendőrfőkapitányság által használatba vett gépkocsinak a használati szokásairól, mert valóban ugye az volt az önkormányzatnak a szándéka ezzel a gépkocsival, hogy monoron teljesítsen szolgálatot. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, ahogy polgármester úr mondta, engedélyeztetés folyamat vége felé járunk, ezzel párhuzamosan szintén a vége felé jár adott ingatlannak a telek megosztási ügye is. Remélhetőleg ezek ebben a hónapban mindegyike lezárul. Utána kell a tervezőknek leszállítani a kiviteli terveket, és amint megvannak a kiviteli tervek, akkor tudja elkezdeni az önkormányzat a kivitelezéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás elindítását. Úgy kalkuláltunk ezzel is, hogy talán ebben a hónapban el tud indulni, tehát elképzelhető, hogy emiatt esetleg a hónap második felébe, vége felé egy rendkívüli testületüléssel kell ezt majd elfogadtatni, illetve megtárgyalni. A tervezők elkészítették ugye azokat a látványterveket, amelyek az elmúlt hónapok munkája során megszülettek. Látszik az, hogy kialakult az a forma, az a szín, világ, amit látunk, tehát az épületnek az alsó része alapvetően ugye egy világos fehér épületről van szó. A bejárat melletti beugró részeknél egy világos szürke színárnyalat látható, illetve kívülről már próbálták megjeleníteni azt a narancssárga belső részben, mert lesz más szín is, színvilágot az üvegportálok között a bejárat mellett, amik majd meg fognak jelenni. Készítettek ugye egy éjszakai képet is, ennek a lényege az, hogy az épületen több megvilágítás lenne, egyrészt a feliratok, másrészt maga az a beugró rész, amelyet vagy az oldalfalba elhelyezett lámpatestekkel, vagy pedig a földbe, járdába helyezett taposó lámpákkal kívánnak elérni. Ami még itt az épület külső részén látszik, ugye az, hogy molinók vannak felrakva, itt nyilván nem ezek a képek a lényegesek, hanem az, hogy lesz lehetőség arra, hogy molinót felhelyezzen a város, vagy éppen a KFT, attól függően, hogy milyen rendezvény lesz, ezek cserélhetők lesznek értelemszerűen. Ez az oldal ugye a Balassi utcai része az épületnek, ez pedig a Zólyom utca feleli hátsó rész. Ez pedig a Lőcsei utcai része, ahol a technikai-gazdasági bejárat van. A belső résznek, tehát a színvilága alapvetően ugye világos, abból a szempontból, hogy világos legyen maga az egész csarnok, az egész tér, hiszen nincsen a küzdőtéren sehol ablak, csak felülvilágító ablakok vannak a mennyezetbe elhelyezve. Ennek megfelelően mind a falak, mind pedig a székek világosak, a falak alapvetően fehérek, illetve a székek nagyon-nagyon világos szürkék. De hogy ne legyen annyira egyszínű, ezért egy kis játékot, egy kis szint vittek ugye egyrészt a padlóba, másrészt pedig azokba a kis palánkokba, amik vagy a pálya mellett, vagy máshol fölül láthatók, illetve van egyfajta szürkeség még a hangelnyelő felületekben, amelyek a
két rövidebbik oldalon lettek elhelyezve, ezzel is javítva a teremnek a akusztikáját. Az ülések, a székek azok egyediek lesznek, tehát nem padok, hanem egyedi székek. Fölmerült az, hogy milyen támlákkal, ugye alapvetően lehetett választani, vagy háttámla nélküli, alacsony támlás, vagy magas támlás. Végül is a magas támlás lesz az, ami be lesz tervezve, tehát ki lesz írva majd valószínűleg a költségvetésbe. Egyébként még a színekkel kapcsolatban, hogyha itt netalántán árnyalatbeli ötletek fölmerülnek, azért azt úgy fogalmaztuk meg, úgy írtuk ki, hogy a kivitelezőnek majd mindenféleképpen a konkrét festék megvásárlása és felfestése előtt azért még egyszer egyeztetni kell a műszaki ellenőrrel, a megrendelővel, illetve az önkormányzat képviselőivel. Tehát, hogyha netalántán mégis azt gondoljuk, hogy valamelyik narancs vagy zöldet megcserélnénk, tehát erre azért még így mond lesz lehetőség. Ugye van egy kis külön termünk, amely egy egyedi lesz, én azt gondolom a sportcsarnokok világába talán, amely több funkciós lesz. Itt a egyik rövidebb oldalon található az a terem, ami egyrészt büfétérként is, előtérként is, vagy VIP teremként is, vagy éppen egy kis torna, jóga, vagy más kis létszámú csoportos foglalkozásnak is helyet tud majd adni, miközben rá lehet látni ugye a küzdőtérre, tehát onnan is lehet követni adott esetben a sportcsarnokban folyó rendezvényeket. Ugyanez egy másik szögből. Ez pedig ugye az előtér, ahol ugye nagyon fontos és lényeges dolog az, hogy a tervezők azt találták, és ezt támogattuk, hogy üvegajtók, átlátszó üvegajtók legyenek az előtér és a küzdőtér között, tehát ha valaki belép a bejárati ajtón, akkor egyből már rálát a csarnokra, a küzdőtérre, tehát ez is egyfajta impozáns képet ad és mutat. Tehát gyakorlatilag ez alakult ki. Itt a külső megjelenéssel kapcsolatban a felső épület résznél ugye azok a panelek, amik belesznek majd építve, itt ugye egy szürke antracit lett végül is kiválasztva, volt több egyeztetés, illetve volt több helyszíni bejárás is, ahol megnéztünk más épületeket, más csarnokokat, ott milyen fajta paneleket alkalmaztak, és végül is ugye nyilván az is számít, hogy milyen színű, de nyilván az is számít, hogy mennyibe kerül. Tehát lehetett volna ennél látványosabb, szebb is, de hát valószínűleg az árban sokkal több lett volna, főleg, hogyha egyedieket kellett volna egy bármilyen csíkozással, vagy pedig nem egy színű, hanem különböző színeknek a variációjával kellett volna. Tehát azért maradtunk végül is ennél azt lehet mondani viszonylag elegáns színnél. Köszönöm. Köszönöm. Ügyvezető úrnak a szóbeli kiegészítését. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy van-e bemutatott látványtervhez valakinek észrevétele, javaslata. Ha most nincs, akkor ugye azt egyrészt fontos tudni, ugye a látványtervek nem csak ilyen vetített formában, hanem ugye elektronikusan, illetve nyomtatásban is elérhetőek, tehát természetesen megtekinthetők. Valamint a városi honlapon is közzé fogjuk ezeket tenni. Tehát, hogyha van észrevétel ezekkel kapcsolatban, akkor azokat természetesen szívesen vesszük, vagy bármilyen egyéb ötlet a csarnoknak a eddig ismert terveivel, vagy a tervezet megvalósításával kapcsolatban. De még egyszer ugye szeretnék arra utalni, amit a Rajki ügyvezető úr is elmondott, hogy például ugye a színválasztásnál, ugye ezek egyelőre a kiviteli tervnek a részét fogják képezni, de a konkrét színválasztás, ha majd lesz kivitelező, akkor az egyrészt ugye ismételten az önkormányzatnak a feladata lesz, tehát a leendő kivitelezőnek majd ezt a konkrét ugye meghatározott RAL színskála szerinti színeket be kell mutatnia, és akkor lesz a végleges jóváhagyása a színezésnek. Ez természetesen a külső, illetve a belső színezésre is vonatkozik. Ha nincs észrevétel, vagy más javaslat, akkor arra azt szeretném javasolni, hogy akkor térjünk rá a sportcsarnok építésével kapcsolatos konkrét döntésekre.
először javaslom a képviselőtestületnek, hogy a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság határozatának megfelelően az önkormányzat fogadja el a feladat megvalósításához, a városi sportcsarnok megvalósításához kapcsolódó projekt adatlapnak a tartalmát. Aki ezzel egyetért, kérem az igen gombbal jelezze. Köszönöm a képviselőtestület, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a megvalósításra vonatkozó projekt adatlap tartalmát. Városfejlesztés és Pénzügyi Bizottság határozatának megfelelően javaslom a képviselőtestületnek, hogy fogadjuk el a városi sportcsarnok előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos beszámolót. Aki egyetért fel, az igen gombbal jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy a képviselőtestület ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a beszámolót. Tisztelt önkormányzat, ugye eddig magáról a sportcsarnok épületéről, illetve annak a közvetlen környezetéről beszéltünk, tehát arról a telekről, ahol ez a beruházás ugye meg fog valósulni. A Balassi Bálint utca folytatásában az új orvosi rendelő mögött a Klapka és a Lőcsei utca közötti szakaszon. Ugye nem tettünk említést arról, és ez ugye valahol szándékolt is volt, hogy ezt a sportcsarnokot ugye valahogy meg is kell majd közelíteni. Magyarán a Balassi Bálint utca folytatását azt meg kell építeni a Klapka utca és a Lőcsei utca között. A költségvetésünk azokat, amiket eddig az önkormányzat tárgyalt és elfogadott, illetve értelemszerűen ugye az engedélyezési terv dokumentáció, amire az engedély ugye már meg is érkezett, ahogy arra utaltunk, az magát az útépítést azt értelemszerűen ugye nem érinti, hiszen egyrészt ez egy külön helyrajzi számon valósul meg, a sportcsarnok telke, mint a beruházásnak otthont adó telek, a önkormányzat döntése alapján ugye a Városfejlesztő Kft.-nek a tulajdonában van, és a Városfejlesztő Kft. Ugye maga a beruházó, tehát maga valósítja meg ezt a beruházást. Míg a Balassi Bálint útnak ugye ez a szakasza, ez egy közterület, önkormányzati tulajdonban van. Ezen a Városfejlesztő Kft. Nem, vagy csak hát meglehetősen problematikusan, tehát tulajdonosi hozzájárulással tudna egy út beruházást megvalósítani. Ugye további probléma az is, hogy az a támogatást, amit az önkormányzatunk a sportcsarnoknak a megvalósítására kap, azt a sportcsarnokra kapja, tehát magára az épületre, illetve az azt kiszolgáló egyéb építményekre, parkolóra, valamint a berendezésre. Ez a támogatás, és ugye ez az adatlapban sem szerepel, ez nem terjed ki az útnak a megépítésére. Magyarán az önkormányzatnak ugye maga kell, hogy gondoskodjon a későbbiek során az útnak a megépítéséről, és bár ugye ebben most nem kell határoznunk és döntést hoznunk, de ugye arra kell készülnünk, hogy a jövő évben összhangban a sportcsarnok megvalósításával, illetve annak az ütemezésével, és hát ahhoz is kapcsolódva, de az önkormányzatnak ugye saját forrásból és egy külön eljárás keretében ugye meg kell építenie ezt az útszakaszt annak érdekében, hogy a sportcsarnok megközelíthető legyen. Ahhoz, hogy erre ugye forrásunk is legyen, ez nyilván egyfelől a biztosíték lehet majd a 2016. évi költségvetésünk, illetve a költségvetés részeként azok az ingatlan bevételek, amelyek mondjuk az ezt követő időszakban az önkormányzat számlájára a ingatlan értékesítésből beérkeznek. Tehát én ezekre is figyelemmel azt javaslom, hogy az önkormányzat fogadja el a következő a Városfejlesztési Bizottság által előterjesztett határozati javaslatot, amely ugye úgy szól, hogy az önkormányzat a jövőbeni ingatlan eladásokból származó bevételt azt a Balassa-Bálint utca, Klapka utca utáni szakaszának a felújítására, illetve ennek az útnak a megépítésére fogja fordítani. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel? Ha nincs, akkor kérem a
képviselő társaimat, hogy ebben is határozzunk. Az önkormányzat 9 igen szavazattal, 1 nem és 1 tartózkodás mellett a határozatot elfogadta. És akkor a sportcsarnokhoz kapcsolódó 4. utolsó határozati javaslat, szintén a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság határozati javaslata, mely ugye azt javasolja a képviselőtestületnek, hogy járuljunk hozzá, hogy a Városfejlesztő Nonprofit Kft. Annak ügyvezetője útján megkösse a hálózati csatlakozási szerződést az EDMASZ hálózati elosztó Kft.-vel a Monor Városi Sportcsarnok villamos energia ellátása érdekében. Egyúttal vegye tudomásul, hogy a fejlesztés becsült értéke bruttó 16.245.697 forint, melynek pontos összege a tervezés, engedélyeztetés és kivitelezés során válik véglegessé. Magyarán ez egy előzetes ajánlat a DMASZ részéről a villamos energia biztosítására a sportcsarnokhoz, de természetesen ugye ez az összeg a későbbiekben változhat. Aki a határozattal egyetért, kérem az igen gombbal jelezze. A képviselőtestület a határozatot egyhangulag fogadta el.